1914-et írtunk, Sir Stanley Mood tábornok elfoglalta a mai Irak területét. A vidéket bejárta, inspekciót tartott és látott egy pásztort, terelgette a nyáját. Oda hívta és a tolmácson keresztül társalgott vele. Azt mondta neki, hogy ha levágod a kutyádat, kapsz egy font sterlinget. Tudnivaló, hogy kutya az a legfontosabb része a munkának, hiszen véd a ragadozóktól, terel, anélkül nem lehet dolgozni. De a pásztor levágta a kutyát. Hát hiszen egy font sterling az a fél nyáj értéke. Kapsz még egy fontot, mondta a tábornok, hogyha megnyúzod előttem a kutyádat. Hát a pásztor megnyúzta. Kapsz még egy fontot, hogyha feldarabolod a kutyádat. És a pásztor feldarabolta. Majd visszaszólt, és azt mondta, hogy ha még egy fontot kapok, meg is eszem a kutyámat. Nem mondta Sir Stanley Mood. Nem, ennyi nekem elég volt. Nekem az volt fontos, hogy lássam a lelkületedet. Mert hogyha mindenki ilyen, mint te, akkor nekünk nyert ügyünk van. Ti eláruljátok a legjobb barátotokat, bizalmasotokat, és mindent, amire nektek rá kellene hagyatkoznotok, bizalommal kellene lennetek. Hát itt tartunk mi ma. Egy kis érdek, egy kis érdekeltség, és odaadjuk azt, ami a megmentőnk lenne, az értékrendünk. Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadan Rasulallah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.